Az SVSF felnőtt férfi kosárlabda csapata március 17-én játszotta a megyei bajnokság soron következő mérkőzését a Miskolci Egyetem csapata ellen a Hunyadi sportcsarnokban. Andrész Tamás edző elmondta azt, hogy az ellenfélről az előzetes eredmények alapján azt tudták, hogy nem a legerősebb csapat a bajnokságban. A tréner kiemelte azt, hogy a MEAFC gárdája 5 játékossal érkezett meg a találkozóra, ami a minimális létszám ahhoz, hogy a mérkőzést lejátszhassák, így nehéz volt a MEAFC csapatát komolyan venni. A meccsen mindenki játék lehetőséget kapott, különösen a fiatalok, akiknek ez jó felkészülésnek bizonyult a további mérkőzésre. Andrész Tamás elmondta, hogy az elején döcögött a szerencsi fiúk támadó játéka, azonban ezután magára talált a gárda, és a mérkőzés végére 108 pontot dobtak. A hazai együttes védekezése nem működött kifejezetten jól, ugyanis 61 pontot kaptak az ellenféltől. Ezeket a hibákat az edzéseken javítják majd. SVSE Miskolci Egyetem kosárlabda mérkőzés 108-61-es szerencsi győzelemmel ért véget.